Sokat elgondolkodtam ezen az alkalomvezetésen mostanában, és tartottam, tudjátok, egy hetes bőjtöt október 4-től. Egy csodálatos dolgok történtek az életemben. Az egyik az, hogy ahogy közeledem Istenhez, és egyre jobban megismerem őt, rájövök arra, hogy teljesen alkalmatlan vagyok az alkalomvezetésre. Erre jövök rá. Hát én mit keresek itt, mikor a Szent Szellemnek kellene vezetni az alkalmat? Mert azt mondja Jézus, hogy én építem az én egyházamat, gyülekezetemet, amin a pokol kapui sem tudnak erőt venni. És hát ő neki kell adni az első helyet Jézusnak, amit most jövőfelé éppen hallgattam egy ararát éneket, dicsőítést, és az volt a címe, meg azt is énekelték, hogy tedd első helyre Jézus Krisztust. Mindig. És a Szent Szellem azért van itt. Miért jelentkezel? Mennyei Atyánk, vezess te az alkalmat a te Szent Szellemed által. Köszönjük neked azt, hogy köré gyűlhetünk, és még tart a kegyelem ideje. Köszönjük neked azt, hogy még szeretsz, és azért nincs végünk. Hálásak vagyunk neked, Jézus, hogy munkálod bennünk az akarást és a cselekvést. Tudom, Uram, is tudom azt, hogy én alkalmatlan vagyok itt állni, beszélni, de valamiért minket akarsz használni, törékeny cserépedényeket, hogy a te kincseiddel tölts meg, megtöltesz bennünket, és használd a mi kezünket, használd az én számat, ajkaimat, kezeimet, szemeimet, használd most ezen a délelőttön, és használd a pásztorét, használd a dicsőíték énekét, hangját, hangszereit, mert te nem vagy itt fizikai jelenléteddel, de itt vagy a te Szent Szellemeddel. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntelek bennőtöket, azokat is, akik az internet előtt vannak, és azokat, akik követnek bennünket is, titeket, akik mindnyáján itt vagytok, és olyan jó látni az arcokat. Túl vagyunk az év leghosszabb napján. Tegnap volt dec 21, és ez a 16 órát sötét van, 8-at megvilágos. És mától kezdve haladunk kifelé, és egyre hosszabbak lesznek a nappalok egészen június 21-ig, amikor fordítva lesz 16 óra világos, napsütés és 8 sötét, úgyhogy én már alig várom. Ugyanis akkor megint lesz egy unokám. Ez most jutott eszembe. Úgyhogy hogy egy történetet hagyd mondjak el. Smith Wigglesworth, a múlt század nagy prédikátora, evangélistája, akit Isten úgy használt, hogy történelem formáló volt az ő élete. 1948-ban halt meg, illetve nem is halt meg, csak lecsuklott a feje, azt már nem volt itt a Földön. Egyszer Angliából, Amerikába utazott egy evangelizációs szolgálatra, és hát tudjátok, akkoriban az út még 2 hétig tartott hajóval is, és hát a hajón, hogy ne unatkozzon a nép, a szervezők elhatározták, hogy megszólítják az utasokat is. Hát valami, mindenki, aki tud valamit, valami éneket, vagy zenét, vagy programot, vagy bohóc mutatvány, bármit, egy ilyen műsort szerveztek. És hát oda mentek Wigglesworth-hez is, és azt mondta, hogy oké, én elvállalom, de azzal a föltétellel, hogy én legyek az első. Hát azt mondták, hogy jó, beleegyeztek, és hát Wigglesworth tudott valamit. Elénekelt egy éneket mindenféle zenei kíséret nélkül. Már akkor az emberek érezték, hogy itt valami csodálatos dolog fog történni, és elmondta az evangéliumot mindjárt első számként.
És az emberek könnyezve térdre borultak ott a hajón, sokan átadták az életüket Jézusnak, és nem kellett több műsorszám. Itt vége lett az alkalomnak. Na hát ehhez szeretnék felolvasni egy-két sort ebből a kis füzetből, lehet, hogy már ismeritek. Miért? Istenem, miért az a címe? És tegnap este olvastam ezt a két mondatot, és ezért mondtam el ezt a történetet. A végső célunk az, hogy Jézus Krisztus személyének és hatalmának tökéletes és teljes kifejeződése legyünk. Meg kell jelenítenünk Isten akaratát itt a Földön úgy, ahogy az a mennyben érvényesül. Tudjátok, mindannyian az Úrtól tanult minta imádságot. Atyánk, legyen meg a te akaratod úgy a Földön, mint ahogy a mennyben is van. És Isten akarata a mennyben az, amit itt most felolvastam, hogy Isten, illetve az Úr Jézus Krisztusnak a tökéletes és teljes kifejeződése legyünk. Ez a cél. Ez a cél. Isten mindannyiunknak megmutatja a célját, ezt, hogy legyünk Jézus arcára formálva, és legyünk az ő tökéletes kifejeződése. És akkor azt mondta Isten nekem, nekünk, hogy akarod-e ezt, Szigeti Laci? Na, uram, akarom. Igen? Biztos? Biztos. Hát jó van, akkor kezdjük el. És Isten bevisz a műhelyébe, rácsap a korongra, a fazekas korongra, és azt mondja, hogy csináljuk. És akkor jönnek a próbák, mert azt mondja Jézus, tudjátok, a sátán kikért titeket, téged Péter, hogy megrostáljon. És én imádkoztam és könyörögtem érted, hogy ne fogyatkozzon el a hited, és ha majd megerősödsz, akkor segítsd a testvéreidet. És tudjátok, Isten velem is így csinált. Jöttek a problémák, a fazekas korongon, a szorongattatások, a megpróbáltatások. A sátán azt mondta, na öcsém, akkor most nekifogunk. És jöttek a munkanélküli lettem, 47 éves koromban, azt mondták, öreg vagyok. Nem akartak sehol se alkalmazni. Az édesanyám 80 éves korában Alzheimer kóros lett, 12 évig élt még, 6 évig pelenkáztuk, mosdattam, nem tudta, hogy ki vagyok, nem ismert meg, nem tudott beszélni, feküdt. Közben apámnak lett egy csípőprotézis műtétje, közben anyu elesett, combnyaktörése, a fiamnak egy agyműtétje, aztán még kettő, és Isten azt mondja, ezt akartad? Akartád a célt, hogy formálódját az én arcomra? Mondom, igen, uram, padlóra kerültem, aztán jött még olyan, hogy a hagyatéki tárgyaláson a testvérem azt mondták, hogy semmi közöm a szülői házhoz, ez 2 éve történt, azóta nem tudok bemenni, ahol születtem. És akkor padlóra kerül az ember, a sátán rászámol, és 9-nél jön Isten, már a sátán tapsol, hogy ennek vége, és kiáltottam Istenhez mindig, kiáltottam, hogy miért, de mindig megvigasztalt, most is, és akkor elmondja ezt az igét nekem. Nem most, már régebben. Amikor már azt hitte a sátán, hogy győzött. Jön Isten, és azt mondja a Hóseás könyvének a 2. részéből, azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával.
eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat, a te Istenedet. Hát most mi kell ennél, jó, ennél több? Azt mondtam a sátánnak. Hallottad? Mit mondott Isten? Takarodj, ennyi, lépjél le. Hiszen Jakab azt mondta, álljátok ellene, legyetek engedelmesek, álljátok ellene az ördögnek, és elfut előletek. És hogy tudsz ellenállni? Az igével, ezzel az igével én legalábbis. Amikor azt mondja nekem a mindenható Isten, tudjátok, hogy eljegyezlek téged, eljegyezlek örökre az igazság, a jogossággal, és a szívedre beszélek, és elvezetlek a pusztába, és föláll az ember. És tudom, hogy mindannyiunkat, akik azt mondják Istennek, hogy Uram, akarok a te tanítványod lenni, akkor Isten mindig megengedi mindannyiótoknak, ahogy nekem is, hogy a sátán kikérjen, meg ki fog kérni. Az biztos, de Jézus könyörög értünk, ahogy Péterért is könyörgött. És ez a reménységünk ott van mindig. Tudom, hogy mindannyiótoknak megvan a saját problémája, amiket én most elmondtam. Nem pont ilyenek, de ott van minden családban. Ott van, tudom, mert nyitott szemmel járok, de valamiért Isten ezt helyezte a szívemre, hogy most mondjam el nektek, így karácsony előtt. Karácsony előtt, amikor, lehet, hogy egy kicsit hosszabb leszek most, de az a történet jutott eszembe, amikor az öreg, idős Simeon, szólt a szellem, és oda ment a templomba, és ott volt József és Mária a 8 napos Jézussal, és a kezébe vette, és tudta azt, hogy kit tart a kezében, mert azt mondta, hogy most bocsátod el, Uram, a szolgádat, mert látták az én szemeim a te dicsőségedet. És a pogányok világosságává is lesz ő, és Máriának azt mondta, hogy tőr fogja átjárni majd a szívedet. És Mária is tudta, hogy mi lesz, és tudta Simeon. Milyen csodálatos dolog, hogy egy idős férfi, akinek a Szent Szellem megjelenti azt, hogy megváltó születik, amit annyira régóta vár már a nép, és ott fogja a kezében, ott tartja Jézust. És akkor jön Jézus, lépjünk egy nagyot, a feltámadott Jézus, aki fölment a mennybe, és azt mondja ott a tanítványoknak, hirdeti az Isten királyságát 40 napig, fölmegy a mennybe, de előtte azt mondja, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Ezt olvastam itt föl ebből a füzetből az előbb, hogy a teljes cél az, hogy Jézus Krisztus kifejeződése legyünk. Ő használja a szemünket, lábunkat, a kezünket, a szívünket, mindenünket. De ez teljes alázat és teljes odaadottság kell. Így várjuk a karácsony most, így várjuk Jézus születését. Azért írunk 2019-et, mert Jézus ennyi évvel ezelőtt született, de ő azt ígérte, hogy Immanuel leszek, Immanuel vagyok, én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Hát ennyit szerettem volna így alkalomvezetésként elmondani. Majd az alkalom egy részében Szilárd majd elindít itt egy kis kosarat, vagy pénzgyűjtő tartályt, mert gyűjtünk egy csengelei családnak, ahol egy beteg kisgyereknek kell gyűjteni, majd a Szilárd elmondja, hogy miért. És akkor testvéreim, imádkozzunk. És a szívetekben szeretném, hogy vigyétek el ezt is, hogy Jézus Krisztus arcára formálódjunk át, és legyünk az ő teljes kifejeződése az elkövetkező életünk során. Amen. Álljatok fel, tesók, és imádkozzunk. Imádkozzunk a
két ima kérés van előttem, az egyik a kenyeres Orsikáért, aki tudjátok, mindennapos szülő, anya, más állapotban, és egy influenzát kapott most, úgyhogy nehogy a babát veszélyeztesse ez, ő érte imádkozzunk. És akkor még ezért a beteg kisgyermekért. De lehet mindenki imádkozzon hangosan, és vigyük az Úr elé a mi hálaadásunkat elsősorban, és csak annyit tudok mondani, hogy az Úr előtt való öröm a ti, a mi erőségünk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az igét, ami testé lett Mária méhében, testé lett az ige, és köszönjük Jézus Krisztust, akit most ezen a délelőtten is az első helyre akarunk tenni. Fölemelni őt, mert egyedül ő méltó arra, hogy fölemeljük az ő nevét. Ott ül az Atya trónján. Amikor én Jézusra gondolok most, nem a jászolban fekvő kis Jézusra jut eszembe, hanem az a Jézus Krisztus, amit János látott a Jelenések könyvében, amikor fehér lovon jön, mennyei seregek jönnek mögötte, és amikor János meglátta ezt a Jézusát, az ő mesterét, lezuhant és kiment minden erő belőle, akinek az ruhájára az volt írva, hogy az uraknak ura, a királyok királya, és a homlokára az volt írva, hogy az Isten igéje. Erre a Jézusra gondolok én, ez jut eszembe. Ő, aki most azt ígérte, hogy itt van, és köréje gyűlünk, és ő építi ezt a közösséget, ő hívott ki bennünket, ő miatta vagyunk eklézsia, a kihívottak közössége, az elkülönített, az Istennek szentelt, amit mond a Pál apostol, hogy a ti testetek, a bennetek lévő Szent Szellemnek a temploma, és a gyülekezet is az Istennek a temploma, most itt, akik vagyunk, mindannyian, Uram, köszönjük neked. Hálásak vagyunk az igéért, azért a szabadság tökéletes törvényébe betekintett dolgokért, amiket te kijelentesz a te Szent Szellemed által. Kent föl, Uram, az igét, a pásztort, a dicsőítést. Kent föl bennünket, Jézus, hogy ne egy szokványos Isten tisztelet legyen ez, hanem egy olyan Isten tisztelet, amikor megnyitjuk a szívünket, amikor beengedünk téged a szívünkben, amikor átjárod a belsőnket, a testünket, mindenünket átjársz, Jézus. Hogy az különböztessen meg mindentől bennünket, hogy te velünk vagy, a te orcád velünk van, és így legyünk mi történelemformálók. Ha azt akarunk lenni, akkor tegyük meg azt, amiről beszéltél, Jézus, itt most, hogy kikér bennünket a sátán, de te mindig ott vagy, és imádkozol értünk, és ez olyan jó tudni, olyan jó reménykedni, és hinni abban, hogy te közben jársz értünk az Atyánál, és nem fogsz bennünket erőnkön felül kísérteni, Jézus, hanem megadod az erőt a kimenek. Uram, köszönjük azt, hogy nem a félelemnek a lelkét adtad nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét adtad a mi szívünkbe, Jézus. Köszönjük azt, hogy mondhatunk mi érteket, de te válaszolsz rá. És add meg nekünk azt, Uram, hogy kitartóan vegyünk részt az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. A Jézus nevében könyörögtünk, kiáltottunk és adtunk hálát neked. Ámen. Dicsőítéket kérem, hogy itt van. Ja, nincsenek. Ha nem jöttetek, drágáim. Pardon. Addig helyezkedjetek el itt a pódiumon, és akkor Pali bácsi elmondja, hogy mit. Bocsánat, nem kérdeztem meg, hogy van-e bizonyság. Igen, vártam, de hát jó van, mindegy. Bocs. Ez marad. Törékeny. Köszöntelek benneteket, nagy szeretettel mondom azt, hogy mindenkinek legyen nagy békesség, mert ugye ha békesség van, akkor van áldás is az életünkben, ha áldás van, akkor békesség is. A kettő párosul együtt, úgy gondolom, legalábbis én. Hogy is mondjam, az elmúlt két hétben, vagy kettő és fél hétben történt egy olyan dolog, amikor úgy éreztem, hogy az Úr olyan közel volt hozzám, hogy talán hangosabban. Eddig még nem volt ilyen közel hozzám. Történtek események, mindenütt történnek, gondolom a lakásokban, az otthonokban, a családokban,
de az én esetemben elég különös volt, amikor egy jó kettő és fél héttel ezelőtt, hát van egy kis, hogy is mondjam, egy kis gazdaságunk, és én ottan tevékenykedtem egy rakodógéppel. Hát én a rakodógépen ültem, ugye, és arról le van szödve a fülke, hogy beférjen a szín alá. És hát az ember feledékeny, hibáztam, mert amikor ki akartam állni hátra, tolattam kifelé, akkor ugye a fülke nincs, az ülés hátulja föl van hajtva, meg elő a kormány, és akkor szépen elindultam hátrafelé. Mikor odaértem a gerendához, akkor elfelejtettem a fejemet lehúzni. Hát a gép engem szépen oloszorította az éhez, a gerenda kezé meg az ürétbe beleszorított. Hát akkor nem volt, nem veszettem el az eszméletben, de eszméletről annyira megszorított, utolsó pillanatban voltam, úgyhogy hát azt mondom, hogy a Jóisten ott volt, vigyázott rám, mert ha még 2 centit megy, akkor már törik a gerincem, akkor már roppan. Annyi erőm volt, hogy az irányváltót előre löktem, és akkor a gép elindult vissza előre, és így kimentem a gerenda alul. Mikor megállt, akkor megálltam, te Jóisten, mondom. Hát a Jóisten mentett meg, mert ha nem megy, vagy elvesztem az eszméletem, akkor kész. Nem tudtam, mondom, most mit csináljak. Magam voltam. Hát fogtam magam, beültem az autóba, mert van kint a földek közepén van egy, ahol nekünk a földjeink vannak, van egy kis, hogy is mondjam, ilyen romkert, ahol van egy kereszt, van egy kis romtemplomnak az alapja, és akkor van egy 3 asztal padokkal, ilyen hasított hasábfákkal, és egy szép kereszt. Fogtam az autóba, beugrottam, aztán kimentem a keresztül. Legelső kimentem, hálát adtam, jó Istennek, mondom, ez nem lehet másképp elvégezni. Na, akkor nagy levegőket szedtem, amit még most is érzek meg itt, most is nagyon fáj még a hátam, azért, hogyha megfordítom, akkor nem volt ez azért nyomtalan. De hát ezzel nem lett vége. Hát hazamentem én D-be szépen, elhallgattam. Hát mondom, most ha elmondom a családnak, így azt mondják, hogy akkor menjünk azért, az orvoshoz. Hát az orvos, hogy én annyira szeretek járni, hogy borzalom. Azt hát mondom, akkor eltelt egy hét, azt, mikor kimentem, éreztem, hogy mindig nagy levegőket veszek, szorít, elejkapott, majd túl lesz. Hát elmúlt mindig. Aztán, hát múlt hét előtt való héten, péntek éjszaka, történt az, hogy éjfélkor egyszer felébredök, és nagyon, de nagyon rossz érzem magam. Hát akkor megelmostam, mit csináljak, fölkeltem, kimegyek a nappaliba, keresek egy hogy is mondjam, ilyen nyugtatót, beveszem a nyugtatót szépen, na mondom, majd lecsillapodik. Éreztem, hogy a félfelem el van, fáj az egész fejem végig, a mellkasom lüktet, még a fülem, még a fogam is, de jó Isten, mondom, akkor mi lesz ebből. Egy óra hosszáig ottan köröztem ki a konyhába, nappalib, oda-vissza sétálgatok. Egyszerűen felébred a feleségem, nem. Azt mondja, mi van veled? Hát mondom, ez jó kérdés. Mondom, én se tudom, de hogy rosszul. Azt mondja, szól a fiamnak. Azt mondom, nem. Akkor szól a lányomnak, az Illikének, mondom, az se. Mondom, éjfél van, mondom, hát most hogy menjem el az ember, hogy mondja, hogy kelljetek, amikor holnap munkájuk van, mondom. Én nem akarom, hogy engem ezégesen listápoljanak éjszaka. Aztán mondtam neki, hogy mondom, fogam magam, azt bementem, azt fürdőszoba lezuhanyoztam. És akkor úgy magamra eresztettem utána mindig a hidegebb vizet. Úgy annyira lenyugodtam, hogy a végén egész jó éreztem, úgy szépen úgy lenyugodott az ember. Elmondom, most egész jó vagyok, feküdjünk le. Na, lefeküdtünk. Erre mit a durám teremtőm, egy 2 perc hüttelte. Ez a fájdalom jelenkezett, de még intenzívebben. Úgyhogy szinte kikörött pattonom az ágyban, úgy éreztem, hogy majd megfulladok, hogyha az ágyban maradok. Na, akkor a feleségem, hogy más nem, akkor gyorsan szólt, hogy na, azt mondja, itt nincs mese, ha nem akarod, hogy szóljak, egyik gyereknek hívom a mentőt. Hát én rögtön beleegyeztem egy óra hossza alatt, mondjuk. De a végén csak elgondolkodtam rajta, hogy ha mondom, nem megyek be, most az éjszaka, azt mondja, hát oda-vissza mentő, ha nappal megy az ember, akkor itt kell várni, ott kell várni, akkor ez nem jó lesz.
Végén rá az a mondom, hát éjfél van, úgy látják, csöndbe gyűl a mentő, szépen mondom, nem veszik észre. Hát ez így is történt. Jött a mentő szépen, mindjárt a doktor megvizsgált, azt mondta, hogy hát jó van, be kell menni, azt hát be kell menni. Nem is vettem föl, csak egy köncös mondom, hát valaki majd jön, értem, ha szól, akkor megvizsgálnak. Hát itten tévedtem egy kicsit, mert adtak ott nekem, mi ráraktak az EKG-ra közbe, hogy ennek köze volt hozzá azért valószínűleg ennek a nyomásnak is, amit most is érzek azért. És akkor hát mondták, hogy telefonálni, de hogy telefonáljak maga, hogy a család legalább tudja, hogy mi van velem, a feleségemnek. Azt mondták, hogy innen nem lehet telefonálni. Hát mondom, nálam volt a telefon. Azt mondja, akkor adjam oda. Hát akkor mondom, megértem amúgy is, hogyha nem, hát most az emberem. És akkor, hát akkor mondom, a utána azt mondja, nem mehetek a lábon. De azt mondja, nem is mehetek haza. Hát én menni akartam haza, mert valaki ügyén értem. Azt mondja, innen már nem megy haza. Hát akkor nem volt, hogy bevittek azért egy szobába. Hát hoztak egy 70-es, vagy mit tudom, egy csomó ilyen vezetéket, mindent. Pakolták rám felé, jön az infúzió, szúrják, jó, de ahogy is mondom, erre van, én nem készültem fő, hogy itt maradok. Na hát jó van, reggelig elhúztam, azt akkor ellátták az embert rendesen, nincs egy sebbük. Reggel indult a röggenezés, merröggenés, minden megcsináltak, és akkor toltak ide-oda, se tudtam már, hogy járok. Azt erre-arra mentünk, itt is találkoztam, hetényiek voltak, Pali bácsi, mi a baj? Semmi, mondom csak. Hát az, a végén kikötöttünk ugye a kardiológián, és akkor hát ottan volt egy nagyon kedves doktornő, aki elbeszélgetett az emberre, aztán mondta, hogy hát azt mondja, valamit el kell azt mondja mondani, mert a előzőleg, mikor benn voltam, akkor, mikor elmondták, akkor is mondták, hogy az utolsó pillanatban értem be. Ezt a Júlia doktornő volt, ez akkor elmondta ő is, hogy azt mondja, hát azt mondja, engem nagyon szeret az Jóisten, hát mondom, van őrzőanyalom, mondom, vigyázz rám. Azt mondja, ez meg is látszik, mert azt mondja, 99. percbe értem be. Akkor mondom, tényleg szeret még jobban. De azt mondja, ezzel nincs vége, hanem azt mondja, nekem kellene csináltatnom egy szívkatétert. Azt mondja, hogy nem muszáj erre most választ adni, de ha elhalasztom, akkor se jobb. Hát ez szombaton volt, múlt szombaton. Hát akkor most mit csinálja, gondolkoztam, mondom, ezen gondolkozhatok. Hát azt mondja, nagyon keveset. Hát ott volt a feleségem már akkor, meg a fiam, lányom kívül, nem engedték be, hogy jött az interjúja. És akkor, hát mondom, mikor csinálnák meg? Azt mondja, hogy mivel, hogy szombat munkanap van, azt mondja, ma. Hűha, mondom, akkor ez mondom, elég nehéz döntés. Akkor mondom, ha már én úgyis így vagyok, akkor nem kell még egyszer mondani, akkor essünk túl rajta. Az, hogy jól döntöttem. Akkor megkérdezte azt, hogy mikor volt orvos, legutolsó orvosi jelentésem, vagyis az én bizonyítványom, hogy mi a nyavaja, amit kaptak. Hát mondom, mikor volt, hát körülbelül számogattam, 40 éve. Akkor volt elszakadva a bokámba az inszalak, hát akkor volt zárójelentésem. Na, hát mondom, azóta nem volt, hál' Istenem. Na, akkor bevállaltam, de akkor mondom, doktornő, akkor tessék szólni a családnak, hogy akkor ne várjanak, mert akkor menjenek haza, aztán kész. Kiment a szót nekik, hogy menjenek el, visszajött, azt mondták, hogy nem mennek, maradnak. Hát akkor jó, mondom, akkor maradnak. És a végén, hát aztán főkészítettek, előkészültek minden, aztán hát megcsinálták, bevezették ezt a katétert. Azt. Akkor mondta a nővérke, hogy azt mondja, hát nagyon kellett, mert a doktor is mondta, azt mondja, volt egy nagy elzáródás is, közben azt mondja, a szívben, amit azt mondja, meg kellett csinálni. Hát azt, utána a többi mondatján túl van az ember, utána ott az intenzívre visszamentem. Hát aztán a problémám csak az volt, hogy kérdezem, hanyadikon vagyok, mert mondom, ki szeretnék menni a WC-re. Azt mondják, innen nem menj ki. Jó, mondom, ez problémát jelent. Ezt mondom, akkor, de hát akkor majd hoznak kacsát. Hát mondom, nem ilyen kacsára gondoltam, de nem volt mit tennem. El kellett fogadnom azt.
Hát azt elvoltam az évért. Azt mondhatom, hogy nagyon kedvesek voltak a doktornőti, az orvosok, aki ott a nővérek voltak, az olyan kedvessége elállták az embert, hogy annál jobban nem lehet kiszolgálni az embert, ami szimpatikusak voltak. És a lényeg az, hogy ott 3 napig azt mondja, ott kell maradnom ezen az intenzíven megfigyelő. 2 nap eltelt, hát én kinyavajogtam azért magam, azért mondtam, hogy hát hagyd menjek már, kimondom. Kitettek szembe az ajtónak oda, egy szobába, 3-as ágy volt, egyedül voltam, és hát ott azért már jó elvózom, mert már volt, megfürödhettem, nem volt semmim. Mondták, hogy adnak nekem egy tűrőközőt, tusfürdőt, mindent, vagy nem tűrőközőt, hanem egy ilyen lepedőt. Nagyon jó, az mondom, mert tűrőközni van, az is jó, de már akkor legalább megfürdik az ember, elmehet a vécére. Az utána, még ottan azért 2-3 napig rajtam voltak ezek a akarmik. Hát tűszúrást kaptam annyit, hogy életemben annyit nem. Hunna elővették a vőrt, hunna már úgy, de folyamatosan. De mondom, ez már kicsit sok. De azt utána azért gyorsan épültem. De a lényeg ebben annyi, hogy én nekem ez idő alatt a Jóisten, az Úr Jézus annyi látomást adott, hogy az életemben annyi látomásom nem volt, mint ez. Amikor becsuktam a szemem, meg éjszaka, amikor felébredtem, én olyan gyönyörű dolgokat láttam, amit itt a Földön soha az életben nem láttam, el sem tudtam volna képzelni. És én azt mondom, hogy az Úr én hozzám ilyen közel még nem volt, mint amikor most fogta a kezemet. És ezért nagyon-nagyon hálát adok neki. És egyúttal kívánom mindenkinek, hogy legyen nagyon boldog, kellemes karácsony, Istentől megáldott családok számára mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És hogy bocsátottak el? Végül is, gyógyultan. Na, azt még nem mondanám, mert hát, terápia, amit be kellett vállalnunk, az majd a január 6-ig átolunk. Hát ez még nem mondom, de akkor gyere vissza, és imádkozunk, érted a Szilárdra, jó? Gyere, és a gyülekezet föláll, és akkor együtt imádkozunk, hogy hogyha visszamegy, akkor már mondják azt, hogy nem kell többet jönni. Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, a népünk. Jézus Krisztus Úr.
Mind, mind, ő tilleti, az egyedül méltó.
Uram Istenem, köszönöm azt, hogy itt lehetünk, és tényleg köszönjük, hogy Te vagy az, aki harcolsz értünk. És köszönjük Istenünk, hogy Te ismersz minket. És tényleg köszönjük Istenünk, hogy készülhet a szívünk karácsonyra is, de elsősorban arra szeretném, hogy készüljön a szívünk, hogy Te király legyél a mi szívünkbe. Hogy Te szólj ezen a mai napon hozzánk, hogy Te érints meg minket. Vágyunk a Te jelenlétedre, Istenem. Te nélküled semminek nincs értelme. Nincs a mi dalainknak, nincs a mi kapcsolatainknak, nincs a mi életünknek, Istenünk. Mi értelme és céltalan a mi életünk, Istenünk, nélküled. Veled akarunk lenni. Köszönjük, Istenünk, hogy tőled kaphattunk mindent. Tőled van mindenünk. Köszönjük, Istenünk, hogy Te kiemeltél minket. Köszönjük, Istenünk, hogy Te láttál bennünk fantáziát. Hogy Te látsz bennünk jövőt. Köszönjük Istenünk, hogy Te megteremtettél és megalkottál minket. És Istenem, akarok én beleállni abba, amire Te engem megteremtettél. Akarom az én teremtőmnek a nevét felemelni, mert egyedül méltó arra, hogy felemeljem az ő nevét. Egyedül Te vagy méltó. Most felemeljük kezeinket,
imádva lép, imádva lép, imádva lép. Az Úr van itt, a te Istened, a te Istened, ő vár rád, ő vár rád. Az Úr van itt, az Úr van itt, a te Istened, a te Istened, ő vár rád, ő vár rád. Hogy a te Istened, a te Istened, ő vár rád, ő vár rád, ő vár rád, ő vár rád. Az Úr van itt, az Úr van itt, a te Istened, mert te szóltál, és megindult a föld.
jött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, a bűneimért szenvedett. Eljött hozzám. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Jöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, az kérte adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges várán, fogadd el szíved imádatát. Nem fogom megtudni azt, segítségül nevét, és megmenekül. Hív segítségül nevét, és megmenekül. Hív segítségül. Hív segítségül nevét, és megmenekül. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Jöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, az kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Mindenható Uram, köszönjük neked, hogy szeretőjünk vagy, és annyira hálásak vagyunk neked azért, hogy felemeltjük a szavunkat, és dicsőíthetünk téged. Mennyire hálás a főn neked azért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, Uram, és köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy te kedvesen fogadod, amikor mi szeretünk téged, és kifejezzük a tiszteletünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te hajlandó voltál meghalni értünk a Golgotán. Köszönjük, Uram, hogy feltámadtál, és hálás vagyok azért, Uram, hogy a feltámadásod a miénk is, mert megosztottad velünk a te örökségedet. És hálás vagyok azért, hogy nem sokára vissza fogsz jönni értünk, és add, Uram, hogy tudjunk készek lenni. És vágyom arra, hogy a te ígéd élő és elem módon szóljon hozzánk mi épülésünkre. Amen. Amen. Foglaltok helyet. A dicsőítő csapatnak köszönjük szépen a szolgálatát. Kinyomtottam még egyszer.
Az igehirdetés előtt kettő dolog lenne. Megkérni Matékat, hogy a képet vetítsék ki. Tudjátok azt, hogy már évek óta járunk Csengelére, van ott egy gyülekezet, ami nem olyan régen alakult meg az Úr kegyelméből, és az elmúlt két évben volt több bemerítkezés, és az egyik bemerítkező család, az épp ez a család volt, akik kilettek vetítve, és nekik van egy sérült gyermekük. Azt hiszem, hogy agysorvadásban szenved, de nem vagyok benne teljes, agybénulásban szenvedett, és épülget folyamatosan, de ahhoz, hogy tudják megfelelő módon oktatni, kezelni, foglalkozni vele, ahhoz be kell járni a Kiskun Félegyházára, és ő eddig a tanyavilágban éltek Balástján, és átköltöztek most egy másik helyre. Testvérek jó indulatú felajánlásából vásároltak nekik egy házat, ami kifejezetten felújításra szoruló állapotban van. Sok támogatás összejött már, de bőséggel van még hely ennek a támogatásnak is. Ezért szeretném ezt a kicsike kosarat körbe küldeni, hogyha valakinek a szívén van, és szeretne adakozni ezzel kapcsolatosan, akkor kérem, hogy ezt most megteheti. Illetve szeretném megragadni itt az alkalmat, hogy azokat köszöntsem esetleg, akik először vannak itt a gyülekezetünkben. Ha felnyújtjátok a kezeteket, akkor kaptok egy pici ajándékot tőlünk. Szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében. Örülünk, hogy itt vagytok. És nagyon örülök annak, hogy Pali is itt van. Újra ültem a bizonyságodnak, hogy elmondtad. És itt is megragadom a lehetőséget, ha szeretnétek, hogy meglátogassalak benneteket a kórházba, vagytok, jelezzétek bátran, és nagyon szívesen elmegyek, és imádkozunk értetek. Meg a gyülekezeti hírlevélre is rögtön felrakjuk, hogy tudjuk együtt hordozni egymásnak a terheit, mert jó dolog ez, hogy az Úr vigyáz ránk, de azért vagyunk testvérek, hogy tudjunk egymással közösségben lenni, és tudjuk bátorítani, erősíteni egymást. És olyan jó, hogy Isten egy kegyelmes Isten, aki a javunkat akarja, és a problémák, nehézségek ellenére is, sőt azokban mutatkozik meg leginkább, hogy ő velünk van, hogy ő szeret bennünket, és gondot visel rólunk. Az elmúlt héten a Zsuzsékkal volt egy nagyon jó alkalmunk itt. Tele volt ez a helység nyugdíjas emberekkel, akik azért jöttek el, mert meg lettek hívva. És tudjátok, ez nem egy egyszerű dolog, mert sokszor az emberek meg vannak hívva, de nem nagyon mennek el. Bibliában Jézus beszél a királyi mennyegzőről is, ahova nagyon sok ember meg volt hívva, és nem jöttek el. És nekem annyira jó volt látni azokat az embereket, akik eljöttek is, egyszerűen érezték a szeretetet, és megköszönték azt, hogy szeretve vannak. És tudjátok, én azt gondolom, hogy nekünk az egyik elsődleges elhívásunk ez, hogy egyszerűen Isten szeretetét közvetítsük az emberek felé. És annyira vágyom, hogy itt a gyülekezetben is legyen ez a megtapasztalásunk, hogy szeretve vagyunk, és ráadásul mi is szeretjük az embereket. Én vágyom arra, hogy ezek a próbák, amelyek az elmúlt időszakokban voltak, vagy esetleg vannak az életünkben, ahogy Laci is beszélt erről, hogy ha akarjuk az Urat szolgálni, fognak nehézségek jönni az életünkben. Vágyom arra, hogy ezek a próbák, ezek tudjanak bennünket közelebb vinni Istenhez. És lehet, hogy ti még sose voltatok úgy, de én már elég sokszor jártam úgy, hogy úgy telítődtem a sérülésekkel, nehézségekkel, és volt bennem olyan érzés, hogy nem olyan könnyű szeretni az embereket. Meg saját magamat sem. Tehát, hogy az ember elég sokszor el tud fáradni, elég sokszor ki tud merülni, és ilyenkor az ördög az mindig igyekszik a padlón lévő emberbe még egyet belerúgni, hogy még nehezebb legyen az életünk. De viszont hiszem azt, hogy mi azért vagyunk hívő emberek, mert ebben mutatkozik meg az igaz hitünk, hogy mi a problémák és nehézségek ellenére is tudjuk szeretni az Urat. És említettem nektek a múlt alkalom, hogy a hitről fogok szolgálni, és a hitről fogok beszélni most. Körbe is ért. Ati, el tudod vinni? És akkor meg fogják majd számolni a fiúk, és az alkalom végén bejelentjük, hogy utalással sajnos nem lehet, szerintem nincsen számlaszáma a Csengei gyülekezetnek, de később is el tudjuk jutatni, hogyha szükség van rá. Mivel a Kérészi Ati testvérünk rendszeresebben jár, oda két heti rendszerességgel ott van, hát szeretnétek még pluszba adni jutalmat, odaadhatjátok neki, biztosan el fog jutni majd ez a támogatás. Ha fizikális módon szeretnétek segíteni, dolgozni náluk, erre is van lehetőség, tudtok ebben jelezni. De hol is jártam? Hitről akarok beszélni, meg a nehézségekről, és tudjátok, a hit az egyik olyan definíció, amit a Biblia elég részletesen leír és taglal, és nagyon-nagyon sokat lehetne erről prédikálni, de egy szempontból szeretném megközelíteni, és fel is olvasom a zsidókhoz írt levélnek a 10. résznek a 38. versétől a 14. rész első verséig néhány verset. Ez rögtön egy ószövetségi idézettel kezd ez az új szövetségi rész. Azt mondja, hogy az igaz ember pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
A hit pedig a remélt dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Habakuk prófita könyvéből olvassuk ezt, hogy az igaz ember a hitből él, és ez az, aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Tudjátok, a hitünk az itt mutatkozik meg, hogy meghátrálunk, vagy pedig kitartunk. Azt mondja itt, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi vagyunk. És ez a kettő lehetőségünk van, hogy vagy meghátrálunk, vagy pedig hinni fogunk Istenben. És a hitünk, tudjátok, annyira szeretjük, azt mondja, a hit a remélet dolgoknak a valósága is. Itt azért karácsony környékén is az emberek tele vannak a reménnyel. Vajon mit fogok ajándékba kapni? Vannak, akik igyekeznek megtalálni ezt az ajándékot, és nagyon gondolkozunk azon, hogy de jó lenne, ha most ezt kapnám, de jó lenne, ha az lenne. Az emberek szívében vannak vágyak, vannak reménységek, és ez a hívő emberek alól, vagy a hívő emberek sem kivételek ez alól, a hívő emberek szívében is vannak vágyak. De jó lenne, hogyha ilyen lenne az Isten tiszteleti alkalmunk. De jó lenne, hogyha amúgy köszöntenének az emberek. Milyen jó lenne, ha ilyen éneket énekelnénk. Milyen jó lenne, hogyha olyan élményeink lennének. És sok-sok reménység van a szívünkben, és ezek a reménységek, ezek nagyon fontos, hogy milyen forrásból származnak. De ott vannak ezek a remények az életünkben, és nagyon sokszor a hitünket mi összepárosítjuk ezzel. De jó lenne, egészséges lennék. De jó lenne, ha megőrizde bennünket az Úr, de nagyon sok esetben nem tudunk előre rákészülni ezekre a dolgokra. Ahogy Pali sem tudott felkészülni arra, hogy egy ilyen nehéz helyzetbe fog kerülni, mert ha felkészült volna, akkor nem került volna ebbe a helyzetbe. És nagyon sokszor az ilyen problémák, próbák, nehézségek azok, amelyek megmutatják azt, hogy mi mibe vetjük a reménységünket, mi az, amiben a bizalmunk van. És nagyon sok esetben azt látom, hogy az emberek reménységének a forrása az az én, az az önzés. Az, hogy nekem jó legyen. Az, hogy én boldog legyek, hogy én egészséges legyek, hogy én komfortosan érezzem magam a gyülekezetben, az országunkban, stb. Szerintem nekem, és mindig az embernek az énje jön elő. Nagyon sok esetben is. Azt látom, hogy az Úr ezt le akarja törni, ezt az önzést. Le akarja törni az egoizmus bennünk, és nagyon szeretné azt, hogyha felváltana az én szeretetét, az Isten félelem az életünkben. Hogy vajon Istennek mi az akarata az életünkre nézve. Mert tudjátok, mi olyan sokszor tudjuk, hogy ez nekem jó lenne, hogyha így zajlana az életem. De vajon Isten mit akar? És ilyenkor jön a hit, a remélet dolgoknak a valósága, hogy bár nem látom, hogy mi fog bekövetkezni az életemben, de bízom Istenben, és elhiszem, ha ő küldött bele engem ebbe a nehézségbe, ő mellettem lesz. Ő ki fog tartani mellettem. Sokszor beszéltem már erről, tudjátok, a 23. Zsoltárban mondja a Dávid, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert velem vagy. És ez az a bizonyosság, ez az a hit, hogyha a nyomorúságokban vagyok, az Úr akkor is mellettem van. Ő akkor is kitart mellettem, és az a kérdés, hogy én kitartok-e mellette. Ez a hitnek a próbája. Nem nehéz úgy hinni, hogy mindig jól sikerülnek a dolgok. Hogy mindig áldásban élek. Nem nehéz úgy hinni, hogy sose voltam még beteg. Nem probléma. De amikor az ember diagnosztizálják egy gyógyíthatatlan betegséggel, amikor egyszerűen ott van sok-sok számla is, nincsen rá fedezet, amikor próbák, nehézségek, bántások érik az életedet, amikor emberek megaláznak téged, kihasználnak, visszaélnek a szereteteddel, ott derül ki az, hogy valóban hit van-e a szívedben, vagy csak a jó dolgok iránti vágyakozás. Azt mondja az 1 Péter, az első résznek a 7. részében, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenítésekor. Tehát amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, akkor a hitünk meg lesz vizsgálva. Hit által tudunk menni, tudjátok, a mennybe. És itt azt mondja Istennek az igéje, hogy a mi hitünk az egy kipróbált hit, az egy letesztelt hit. És én annyira vágyom, hogy az én hitem egy ilyen kipróbált hit tudjon lenni, ami azt olvassuk, hogy becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Tudjátok azt, hogy amikor tűzzel hevítik az aranyat, akkor a salakanyag a felszínre jön. Ugyanez van az ezüstnél is. És amikor mondják, hogy 7-szer megtisztított ezüst, az azt jelenti, hogy 7-szer felizítják, megolvasztják az ezüstöt, és minél többször ezt megteszik, annál tisztábbá válik, annál nagyobb lesz a nemes fémeknek az értéke. És a próbák, amelyek bennünket érnek, ugyanezt az eredményt érik el. Megtisztul az ember, és az igazán lényeges dolgokkal fog foglalkozni. Ha megnézzük a Bibliában, Dániel könyvében, tudjátok, megint a kedvenceim, Sidrák, Misák és Abednégó. Gondoljatok bele ennek a három embernek az életében. Megélték azt, hogy
legyőzték az ő országukat. Megérték azt, hogy nyomorúság volt abban az országban. Megérték azt, hogy elvitték őket egy teljesen idegen földre, teljesen idegen kultúrára kényszerítették őket, idegen királyt kellett szolgálniuk, sőt, idegen isteneket kellett volna tisztelniük, de ebben már nem mentek bele, de nagyon meghányatott sorsú fiatalok voltak. Ezek a fiatalok, azt olvassuk a Bibliából, hogy ezek nemesi származású gyerekek voltak. Jobb sorsra érdemes emberek voltak, hogyha fogalmaznánk így is. A lehető legmegalázottabb helyzetbe kerültek akkor, amikor nem voltak hajlandóak leborulni azelőtt az aranyálló kép előtt, amit Nabukodonozor felállítatott. És tudjátok, ott volt megint a tűznek a próbája, ők konkrétan tűzpróbát éltek át, mert egy sokszorosan felhevített kemencébe dobták őket bele. És tudjátok, olyan jó így beszélni arról, hogy ezek a fiúk milyen hűségesek, milyen lelkesek voltak, és az ő hitük megnyilvánult abban, amikor azt mondták, tudjátok, le van írva az igében, hogy a mi Istenünk ki tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné is, akkor sem fogjuk ezt megtenni. És ez az igazi hit szerintem. Tudom, hogy Isten megszabadít engem, de ha nem tenné is, én akkor is őt szolgálom. Tudom azt, hogy az emberi kapcsolataim rendeződni fognak a gyülekezetben, békességem lesz, de hogyha nem történne meg, én akkor is hűséges akarok lenni Istenhez. Ha mindig lesznek ellenlábasaim, ha mindig lesznek, akik bántanak, én akkor is szeretni akarom őket, és akkor sem akarok elfordulni tőlük. Akkor sem akarok hűtlen lenni Istenhez. Ez az, ami igazán nehéz az emberek életében. Amikor tényleg problémák vannak, amikor tényleg az elevenébe vág az embernek, és akkor is azt mondom, hogy én akkor sem fogok leborulni az alanyáró kép előtt. Mert most tényleg viszonylag könnyű hívő embernek lenni. Éppen tegnap délután ott lehettünk, vagy este felé, ott lehettünk a főtéren, beszélhettünk az evangéliumról. Két lelkész is másodmagammal beszéltünk az evangéliumról. Evangéliumi énekek hangzottak el több soron az evangélikus kórus előadásában. Nem dobáltak meg bennünket, nem aláztak meg bennünket, sőt, ők kértek fel bennünket, hogy ilyen műsort adjunk elő. De vannak olyan országok, ahol Jézusról beszélsz, és az életeddel játszol, amikor bizonyságot teszel. Most viszonylag könnyű kereszténynek lenni Magyarországon. Trendi dolog Istenről bizonyságot tenni sok esetben. Az a szomorú helyzet, sokszor mégsem tesszük. De amikor a próbák és nehézségek között vagyunk, amikor az életünkkel játszunk, akkor kérdés, hogy tudom-e megtenni azt, amit Isten kér tőlem? Tudok-e hűséges lenni hozzá? Akkor is, amikor tudom, hogy ebből károm fog származni. Tudom, hogy be fognak lökni abba a tüzes kemencébe, ami forró, érzem, hogy perzsel, de megyek, mert tudom, hogy Isten hűséges, és meg tud engem szabadítani. De az se érdekel, ha nem teszi meg, én őt akarom szolgálni, hozzá akarok ragaszkodni. Ott volt a pusztulás, ott volt a fogság, ott volt a kemence, de ezek az emberek csak is Istenre néztek. És annyira vágyom, hogy a mi hitünk tudjon ilyen kipróbált hit lenni, amit a Péter is mond. Akármilyen bántás, fájdalom, nyomorúság ér, én akkor is hűséges vagyok az én Istenemhez. Mert ő az, aki engem meg tud menteni. Ő az, aki a javamat akarja, és hiszem azt, hogy a javamat fogja szolgálni a baj, javamat fogja szolgálni a nehézség, bár bolond ember az, aki a bajokat akarja. Az ember jót akar, és egészséget akar, áldást akar, és békességet, ahogy a Pali is mondta, de előfordul az, hogy vannak, amikor nem áldott helyzetet élünk át, vannak, amikor úgy érezzük, hogy el vagyunk átkozva, van, amikor semmi békesség nincs, leginkább a mi szívünkben. Ma reggel is, amikor jöttünk be a városban, láttunk egy balesetet, biztos, hogy nem volt békesség az embereknek a szívében. Nagyon sok ingerültség, nagyon sok feszültség van ezekben az időkben az emberekben, és annyira vágyom, hogy bennünket Isten békessége töltsön be. Ahogy a Filippi mondja, hogy ami minden értelmet felülhalad. Nem lehet megmagyarázni, hogy miért vagyok békességben. Minden egyes helyzetem, minden egyes emberi kapcsolatom azt indokolná, hogy ingerült legyek, hogy feszült legyek. Én mégis békességben vagyok, mert a békességem forrása nem az emberek, nem az anyagi helyzetem, nem a társadalom betöltött pozícióm, hanem az Istennel való személyes kapcsolatom. És én vágyom arra, hogy tudjuk így megélni az életünket, hogy amikor jönnek a próbák, akkor hűségesek legyünk Istenhez. De ez kell, hogy az ember tudja magát megalázni, mert a hit és a büszkeség azok összeférhetetlen dolgok. Egy büszke ember az nem tud érlőhitű ember lenni, nem tud Istenben megfelelő módon hinni. Kell, hogy az ember tudja magát megalázni, és kell, hogy az ember tudjon úgy hozzájutni Isten szeretetéhez, hogy tudom, hogy nem érdemlem meg. Tudom azt, hogy semmi jogom nincsen hozzá alanyi jogon, hanem egyszerűen Isten kegyelme az, amivel ő körülvesz engem, amivel egyszerűen szeret, és ez engem alázatra indít. Hogy Isten még engem is szeret, hogy Isten még engem is elfogad, és ha már itt vagyunk karácsony környékén, nem tudom, mennyit gondolkoztatok már Józsefen, Jézusnak a nevelő apján.
hogy milyen lehetett ennek az embernek az élete. Csak belegondoltam, hogy ha én ilyen helyzetben jártam volna, hogy eljegyeztem az én kedves feleségemet, és az én jegyesem, és aztán jegyesség ideje alatt jön hozzám, hogy hát a Szentlélektől viselőssé vált. De higgyem el, hogy ő nem csinált semmit. Amikor jegyben járunk, és a zsidóknál a jegyesség az már majdnem olyan volt, mint a házasság. El volt különítve az ő férje számára. És felvállalni azt, hogy mindenki azt fogja gondolni, hogy az én párom megcsalt engem. Mindenki azt fogja gondolni, hogy egy felszavrazott papucs vagyok. Hülyének fognak nézni az emberek. De ez a József, tudjátok, hogy mit csinált? Nem szólt semmit. Nem ugatta le ezt a lányt, nem bántotta, fogta magát is, hazament. És én azt gondolom, hogy imádkozott is. Isten kötől kért tanácsot, mert nem is sokra rá, ahogy hazament, Istennek egy angyala oda ment hozzá. És elmondta, hogy mit kell tennie. És tudjátok, mit csinált ez a József? Engedelmes volt Istennek. Nem számolt a következményekkel, nem számolt azzal, hogy ő egy megalázott helyzetben lesz. Ő egy királyi sar volt, Dávidnak a leszármazott trónörököse. Jogot formálhatott volna arra, hogy ő legyen Izraelnek a királya. Ehelyett egy egészen félrehúzódó életet élt. Ácsmesterként épített házakat, illetve mindenféle bútorokat. Semmi számottevő dolgot nem ír róla a Biblia, semmi nagy dolgot, egy csodát se tett. De engedelmes volt Istennek. És amikor azt mondta, hogy menni kell Betlehembe, mentek Betlehembe. Megszületett egy jászolban a gyermek. Isten azt mondta, hogy menjetek el Egyiptomba. Mit csinált a József? Fogta magát és elment Egyiptomba. Hazajött volna utána az ő saját földjére. Isten azt mondta, hogy ne ide menjetek, hanem Názáretbe. És gondoljatok ebbe bele. Nem tudom, hogy hány éves lehetett ez a József. 30 körüli lehetett, gondolom én. Van egy felépített egzisztenciája, van egy vállalkozása. Isten azt mondja, menj egy teljesen idegen földre, hagyd itt a rokonaidat, hagyd itt mindenkit, én ott fogok rólad gondoskodni. Ott, hogy éppen már meggyökerezne az élete, kezdeni jól érezni magát Egyiptomban, az Úr azt mondja, hogy akkor gyertek vissza. De ne oda, ahova szeretnétek menni, hanem egy másik helyre, amit mutatok neked. És nekem annyira tetszik ez a József, hogy ez a József végig tudott engedelmes lenni Istennek is. Nem tett fel kérdéseket, hogy Uram, én nem ezt szerettem volna, nekem ez nem hiányzik. Na, amit az Úr mondott, azt ő megcselekedte. És nem ír, tényleg nagyon-nagyon keveset ír róla a Biblia. Valószínűsíthető az, hogy viszonylag fiatalon meghalt. Bár azt tudjuk, hogy még egy jó néhány gyermek született, de sokan azt gondolják, hogy 50-60 éves korában ő meghalhatott, mert amikor Jézus Krisztus elkezdte a szolgáltat, akkor József már valószínű, hogy nem élt, mert nem ír róla a Biblia sehol. Anyád és a te testvéréd jöttek hozzád, az édesanyja volt ott a sírnál, tehát valószínű, hogy addigra már meghalt József. De nekem nagyon tetszik az ő engedelmessége, aki felvállalta azt, hogy őt le fogják nézni. Felvállalta azt, hogy menekültként kell leélni az életét. Felvállalta azt, hogy nem tud egy megfelelő egzisztenciát biztosítani sem saját magának, sem a családjának. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szerette volna, de egy volt fontos, hogy ő Istennek engedelmeskedett. És ő volt az, aki nevet adott a Messiásnak. Egy csodálatos dolog, hogy Isten a javunkat akarja, és annyit kér, hogy legyünk engedelmesek. És ott egy másik helyzet, amikor a hit és büszkeség kapcsolatáról van szó. Nagyon-nagyon sokszor terhelt már engem le ez a történet, amikor a kananeus asszonyt Jézus simán elzavarná, és simán azt mondja, hogy hát a kutyák azok nem ehetnek a fiak ételéből. És ez az asszony ezt nem azt mondja, hogy miért beszélsz így velem, nem azt mondja, hogy miért alázol meg engem, hanem azt mondja, hogy igazad van, Uram. Akár kutya is lehetek, de még a kutyák is kapnak a morzsákból. És ez megint egy olyan alázatot feltételez, ami a ma emberében nem nagyon van meg. Nem tudom, hogy hány ilyen gyógyulás történne meg. Úgy levágnák az ajtót Jézusra a ma emberei nagyon sok esetben, hogy csak na. Hogy beszélhetsz így velem? Milyen megalázó ez, hogy engem a kutyák közé számolsz. Ez a nő ez olyan alázatos volt, olyan mélyen volt, hogy nem lehetett őt megalázni. Ő volt az, aki megalázta magát, és azt mondta, hogy nekem elég egy morzsa is. Tudom azt, hogy meggyógyulhatok. És tudjátok, olyan érdekes dolog, ha megnézitek, hogy kiknek mondta Jézus, hogy nagy a hitetek, túlnyomó részt pogány emberekről beszélt. Nem a vallásos közegről. Ha megnézzük a századost, az is egy pogány ember volt, egészségedre. Az az ember is azt mondta, hogy nem láttam még ilyen hitet Izraelben. És lehetne sorolni, keresgélni ezeket az embereket, hogy mennyire nagy kincs az, amikor valaki meg tudja alázni magát, és tisztában van azzal, hogy nem érdemli meg Isten jó indulatát. Nem érdemli meg Isten szeretetét, Isten mégis adja ezt a szeretetet. Ez egy olyan nagy kegyelem. A mai világon az emberek mindig azt gondolják, hogy nekünk minden jár.
de leginkább a szánk szokott járni. És annyira fontos az, hogy megtanuljuk, testvéreim, hogy mindenünk, amink van, az Istennek az ajándéka, Istennek a kegyelme. Az, hogy élhetünk, az, hogy süt ma a nap, az, hogy ma még élünk, az, hogy mindjárt 2020 van. Pedig a mai naptár szerint már 2012-ben vége kellett volna lenni a világnak. És lehetne sorolni, hogy Isten az ő kegyelme által megtart bennünket, és szeret, és a javunkat akarja. És ez kell, hogy alázatra indítsa az embernek a szívét, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi ezt nem érdemeltük ki. Nem az érdemeink szerint cselekszik velünk. Nem azért választotta ki sem a zsidókat, sem bennünket, mert mi mindenkinél különbek lennénk. Erről beszéltünk a múltkor. Mindenkinél alávalók voltunk. A világ nemtelenjeit, megvetettjeit választotta ki, hogy a valamiket megszégyenítse is. Ez nem esik jól az embernek, amikor megvetetnek, nemtelennek, vagy akár bolondnak neveznek. De ha ez Krisztusért van, akkor ez áldásodra tud lenni, testvérem. És én annyira vágyom arra, hogy tudjuk úgy megélni az életünket, hogy ne azt nézzük, hogy az emberek mit gondolnak rólunk. Ne az legyen a fontos, hogy az embereknek mi a véleménye, hanem az, hogy én az élő Istent akarom szolgálni. Én hozzá akarok ragaszkodni, és kegyelem az, hogy élhetek. Ajándék az életemnek minden egyes perce. Ajándék az, hogy gyülekezetbe járhatok, hogy szolgálhatom az élő Istent, és nem a testvéreket szolgálom, nem a gyülekezetet, végképp nem a pásztort, hanem az élő Istent szolgálom azzal, amit teszek. Amikor most adakoztatok ennek a rászoruló családnak, hiszem, hogy ezt az Úr nevében tettétek, és hiszem, hogy ez Isten előtt kedves dolog. Én annyira vágyom, hogy amikor a perselybe rakjátok a pénzt, akármikor, akármennyit, azt Istennek adjátok, soha nem embereknek. Én vágyom arra, hogy az mi cselekedeteink azok Istenről szóljanak, Istent emeljék fel, Isten dicsősége legyen az életünkben, és azt olvassuk itt az igében, még a Róma 12-t felolvasom, az első kettő versét, azt mondja a Pál, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És amikor én szeretném Isten szolgálni, akkor én úgy szeretném őt szolgálni, hogy jó, kedves és tökéletes akaratát ismerjem meg Istennek, és azt szerint próbáljam élni az életemet. Ne az, hogy éppen mi a trendi dolog, a legmenőbb prédikációs stílus a gyülekezetekben, akkor én is belekezdek ebben. Nem a legfontosabb és legszimpatikusabb témákkal akarok foglalkozni, hanem azzal, ami Isten jó, kedves és tökéletes akaratában benne van. Hogy ezt mindig tudjam megvizsgálni, és tudjam mindig úgy élni az életemet, hogy én kedves akarok lenni Istennek. Jó régen prédikáltam egy prédikációt, és olyan sokszor eszembe van a címe, azt a címet adtam neki, hogy tetszeni akarok. Én annyira vágyom, hogy mi akarjunk tetszeni, testvéreim, és elsősorban az élő Istennek. Hogy amit teszünk, az Istennek az örömére szolgáljon. Hogy számára ez egy kedves dolog legyen. És utána az se baj, hogyha az embereknek is akarunk valamilyen módon kedvezni, bár azt mondja Pál, hogyha az embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgája nem volnék. Az elsődleges dolgunk az, hogy Istennek akarjunk tetszeni. Akarjunk neki örömet okozni. A dicsőítésünkkel, imádságunkkal, azzal, hogy eljövünk a gyülekezetbe, ahogy eljövünk a gyülekezetbe, ahogy felöltözünk, ahogy pontosak vagyunk, ahogy beszélünk, ez mind-mind arról beszél, hogy hogyan tiszteljük meg az élő Istent. Az, ahogy a kormánnyal bánunk, a vezetőkkel, a politikusokkal bánunk, ahogy a férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel bánunk, ez mind-mind azt mutatja meg, hogy mi hogyan tiszteljük Istent. Mert nem elég a szájjal tisztelni Istent. Nem elég azt mondani, hogy én hívő gyerek vagyok. Nem elég azt mondani, hogy én nagyon komolyan veszem az Urat, csak éppen emberek közelébe nem akarok menni. Sokszor gondolkoztam már én is ezen, sokkal könnyebb lenne egyedül hívőnek lenni, nem? Nem nagyon sok konfliktusom lenne másokkal, annál több saját magammal. De Isten szándékosan helyezett bennünket ebbe a világba, szándékosan rakott bele bennünket egy-egy gyülekezetbe, hogy tudjunk közösséget gyakorolni, és hogy ezek a karcok, ezek a feszültségek, ezek a nehézségek, ezek formáljanak bennünket. Szenvedjük el egymás szeretetben, mondja az egyik ige, és én annyira vágyom, hogy ez valósuljon meg az életünkben, nem a szenvedés, hanem a szeretet. Hogy őszintén tudjuk egymást tiszta szívből és buzgón szeretni. És azt mondja ez a kedves testvér, hogy szánjuk oda mi testeinket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Tudjátok, amikor egy ember odaadott áldozatra egy bárányt, vagy bármilyen
adományt a templomba, onnantól az már nem az ő tulajdona volt. Kinek a tulajdonát képezte az összes áldozati állat, meg minden ilyesmi? Az élő Istenét, az az övé. Mindig, amikor odaszánod magad Istennek, akkor saját magad adod neki. És ezért is mondja Pál, hogy mi nem vagyunk a magunk urai, a saját testünknek, mert odaszántuk a testünket Istennek, és nem a lelkünkről, nem a szellemünkről beszél, hanem a testünkről, mert ez nyilvánul meg a legláthatóbb módon az emberek életében. A testi reakcióink, hogy a mi testünket Isten szelleme vezéreli, vagy éppen a világi gondolkozásmód. Az Isten tisztelet van az első helyen, az Isten félelem, vagy éppen az én, az ego. Én nagyon várom erre, testvéreim, hogy olyan életet tudjak élni, ami az Isten félelemről tesz bizonyságot. Az én cselekedeteim, az én viselkedésem, az én gondolataim, annyira vágyom, hogy az Úrról beszéljenek, és ne magamról. Ne az én önzésemről, és tudom, hogy mennyire fáj az, amikor bántanak. Tudom, hogy mennyire rossz az, amikor mellőzve érzi magát az ember. Amikor tele van sérülésekkel és fájdalmakkal. Sokszor átéltem már én is. De tudom azt is, hogy milyen jó az, amikor az ember felszabadul. És megtanul újra szeretni. Megtanulja elengedni a terheket, és tud új lehetőséget adni. Amikor beszéltünk erről, hogy mennyire fontos ez a tiszta lap kérdése a gyülekezetünkben, már akkor is mondtam, hogy ez nem egy rövid lejáratú projekt, hanem ez egy folyamatos dolog kell, hogy legyen az életünkben, hogy újra és újra, amikor esetleg beszennyeződik ez a tiszta lap, tudjunk újra tiszta lapot adni egymásnak. Tudjunk megbocsátani, tudjunk elengedni újra és újra, naponként. Tudjátok, nagyon jó ez az ima és bőti összefogás, ami most fog indulni január 6-ától, és amiben mi is részt fogunk venni. De régen rossz, hogyha ebből áll a hívő életünk, hogy január elején odaszánunk egy néhány hetet. Isten napi kapcsolatban akar velünk lenni. És azt akarja, hogy mi szánjuk oda a mi testünket. És azt mondja, hogy élő áldozatul. Isten nem hol dolgokat akar. Azt akar, hogy mi saját magunkat adjuk oda, élő, eleven valónkat, a vágyainkat, a kívánságainkat, a reménységeinket, tegyük le a keresztövébe, és engedjük, hogy tudjanak ezek a dolgok elhalni. Tudjunk elhalni saját magunkért, de áldozatként. Hogy legyen értelme ennek a halálnak. Legyen értelme annak, hogy letesszük az életünket. És én annyira vágyom, hogy tegyük le ezeket a vágyakat. Tegyük le a keresztövébe, és vegyük fel azt, ami Istennek az akarata. Ami jó, kedves és tökéletes akarata az élő Istennek. És annyira csodálatos, azt olvassuk az igében, hogy Isten irgalmára kérlek benneteket, és ha tovább olvasnánk, itt beszél Isten igéje, sőt nem is tovább olvasnánk, hanem előtte, mert azt mondja, hogy kérlek azért titeket, és ha azt mondja, hogy kérlek azért titeket, akkor érdemes megnézni, hogy mit jelent ez az azért. És én véleményem szerint az előző részeket jelenti, az előző 11 részt, a Rómaiakhoz írt levélben. És tudjátok, a Rómaiakhoz írt levél az megváltoztatta már egyszer-kétszer a történelmet. Ezáltal jött létre a reformáció. Mert az emberek rájöttek arra, hogy hitáltal van üdvösségünk kegyelemből, és az Isten ajándéka, nem a cselekedeteink miatt. És ha te olvasod Istennek az igéjét, kell, hogy felfedezd azt, hogy kegyelemből van üdvösségünk, azért, mert szeret bennünket Isten, és ezért kell odaszánnunk magunkat Istennek, mert ő ajándékba adott nekünk mindent. És egy erre való válasz az, hogy én saját magamat adom oda Istennek, mert ez a legtöbb, amit tudok adni. A saját életemet, a saját valómat leteszem a keresztövébe, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha Isten kegyelméről beszélünk, ezt tegnap este is említettem a főtéren, amikor kegyelemre gondolunk Magyarországon nagyon sokszor, valahogy az ítélettel meg a büntetés végrehajtással kötjük össze a kegyelmet, pedig ennél sokkal többet jelent. Elsősorban örömöt jelent a kegyelem, a karisz nevű görög szó. Az elsődleges jelentése az igazán teljes örömöt jelenti. A másik nagyon fontos jelentése a meg nem érdemelt jó indulat. Olyan jó indulat, amit nem tudták kiérdemelni. És tudjátok, ez egy rendkívüli örömhír, hogy ezért nem kell megfelelni. És nem kell küzdeni érte, hanem egyszerűen az ember, amikor felismeri azt, hogy bűnös, akkor elfogadja a kegyelmet. De amúgy higgyétek el, nagyon fontos, hogy a saját magunk kicsinységét, saját magunk gyengeségeit tudjuk felismerni. És amikor a bűnökről beszélek, én sosem azért beszélek a bűnökről, hogy károsztassam az embereket, hogy lenyomjam az embereket, hanem azért, hogy szálljunk magunkba és legyünk tisztában azzal, hogy milyen nagy kincs, hogy ennek ellenére Isten szeret bennünket. És ha megbánjuk a bűneinket, ő megbocsátja nekünk, és elengedi, és így van értelme a kegyelemnek. Így van értelme a meg nem érdemelt jó indulatnak. Nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert nem érdemlem meg. Ő szeret.
és az ő örömével akar engem betölteni. És azt akarja, hogy ez az öröm, ez valóban teljesen töltsön be engem, de ehhez áldozatként oda kell adni magam. Annyira vágyom, hogy ez az áldozat egy örömáldozat legyen a mi számunkra. Az Ószövetségben van erre példa, a hála áldozatra. Van olyan, amikor az emberek felmentek, és Isten parancsára ünnepeltek, jól érezték magukat, nagyokat lakomáztak, mert Isten mondta nekik, hogy így ünnepeljetek. Én annyira vágyom, hogy az életünk egy ilyen ünnep tudjon lenni, és amikor most karácsonyozni fogunk, vagy szilveszter jön, vagy bármilyen más nap, de én annyira vágyom, hogy ne csak a nagyobb ünnepeink legyenek ilyenek, hanem minden egyes napunk tudjon Isten örömével teljes lenni. Annyira vágyom, hogy meghittség ne csak karácsonykor legyen a családjainkban, hanem bármikor, amikor ott vagyunk együtt, mert Isten is ott van velünk az ő jelenlétével. Annyira vágyom, hogy ez a meghitt, szeretetteljes légkör, ez tudjon bennünket betölteni. Tudjunk leülni rendszeresen együtt étkezni a család. Annyira zaklatott, gyors, sose érünk rá, én nem vagyok itt, ő nem van, ő nincs ott. De legyen arra idő, hogy közösségben vagyunk egymással, ne csak karácsonykor. Legyen az, hogy ajándékot adunk egymásnak, nem csak ünnepekkor. Legyen az, hogy kifejezzük a tiszteletünket, a szeretetünket, nem csak karácsonykor, mert Isten kegyelme az nem egy ilyen évente egyszer igénybe vehető szolgáltatás, hanem Isten kegyelme az egy örökké való ajándék a számunkra. Azt olvassuk az igében, hogy ez egy meg nem érdemelt jó indulat. Isten szeret bennünket, nem érdemeltük meg, mégis szeret és elfogad, a javunkat akarja, és azt akarja, hogy ne szabjuk magunkat ehhez a világhoz. Mondja a 12.2. És érdekes, amikor megnéztem az eredetiben, azt olvassa valamihez hozzászabni, hogy hasonlóan alakít, vagy ugyanarra a mintára formál. És Isten nem akarja azt, hogy a világ mintájára formáljuk magunkat. Nem akarja azt, hogy a világhoz hasonuljunk. Hogyha mindenki stresszes a környezetemben, akkor előbb-utóbb én is stresszessé fogok válni. Ha mindenki bunkó a környezetemben, előbb-utóbb én is bunkó leszek. Ha mindenki káromkodik, előbb-utóbb nekem is úgy alakul az anya szavamjárása. Isten azt mondja, hogy ne legyünk ilyenek. Ne a világhoz hasonuljunk. Hanem tudjunk akár hárman kiállni az egész néppel szembe, hogy mi akkor sem fogunk leborulni. Mindenki leborult. Gondoljatok el, egy egész ország minden egyes népe. Ott borulnak, lehajolnak az állószobor előtt, és három fiú az életével játszva áll. De ők azt mondják, hogy mi ezt nem fogjuk megtenni. Ehhez kell hit. Ehhez kell bátorság. És mivel szerette őket ez a Nabukodonozor, adott nekik még lehetőséget, de ha most még egyszer, akkor le tudtok hajolni, utána sem tették meg, de itt tudott Istennek a neve megdicsőülni. Ezáltal a három ember által. És amíg világ a világ, ezek az emberek a hit hősei lesznek. És én vágyom arra, hogy mi is tudjunk ilyen hősök lenni, testvéreim, hogy nem a világhoz szabjuk magunkat, nem mi igazodunk a világhoz, nem vesszük fel a világi szokásokat, hanem akkor is kitartunk Isten igéje mellett, mert Isten igéje igazság. És hiába mondják, hogy a szeretet és elfogadás jegyében fogadjuk el a bűnt is, ha Isten valamit bűnnek mond, én nem tehetek mást, mint hogy én is bűnnek mondom. És nem alkuthatunk meg, testvéreim, nem lehet az, hogy hát fogadjuk el egymást, mert most ez a korszellem, mert így alakul. El kell fogadnunk egymást szeretetben, de a bűnt, az bűnnek kell mondani mindig, minden helyzetben. Nem lehet az, hogy hát most más épp a trendi, más a politikailag korrekt, akkor inkább elfogadom. Ha Isten azt ígéje, azt mondja, hogy nem, akkor nekünk mindig azt kell tudni mondani, hogy nem. Én nem gondolom, hogy a Biblia házasság szentségét fel fogja lazítani, vagy el fogja enyhíteni, hogy most már nincs olyan szükség. Isten ezt komolyan vette, rögtön az ember teremtésénél, és azóta is komolyan veszi. Akármennyire változik. Sehol nem látom Istennek az igéjében az egyneműek házasságának a támogatását, ezért nem is tudom ezt támogatni. Akárki ítél el, akárki bánt, és lehetne sorolni százával a dolgokat, és ez nem azt jelenti, hogy én kirekesztő akarok lenni, én nem fogadom el az embereket, mert lehetett volna az, hogy ez a három zsidó fiú azt mondja, hogy hát ez úgyis csak egy bálvány, ez nem is olyan fontos, de hogy a Nabukodonozor ne érezze rosszul magát, meghajlunk előtte. De ezek nem csinálták ezt. Nem akartak kedveskedni a bűnnek semmilyen módon, hanem kitartottak az igazság mellett, és nekünk is ezt kell tennünk, és azt mondja, hogy szánjuk oda a testünket, sőt, újítsuk meg a mi elménket. Változzunk el a mi elménk megújulása által, a mi gondolkozásmódunkban. Ne legyünk sértődős emberek például, és amikor ezeket a példákat hozom fel, higgyétek el, hogy saját magamról beszélek. Annyira jó az, amikor az ember megtanul nem megsértődni. És a múltkorában előfordult egyszer-kétszer, hogy okom lett volna megsértődni, és csak később jutott eszembe. Kihagytam ezt a lehetőséget, hogy megsértődhettem volna, pedig tényleg megbántottak, tényleg rosszul bántak velem,
és később jutott eszembe, hogy most meg se sértődtem. És egy olyan jó érzés volt, és ez megint nem az én ajándékom, hogy ügyesen megcsináltam, hanem egyszerűen Isten kegyelme az, ami munkálkodik bennünk is. Én szoktam ezért imádkozni, és kérem az Urat, hogy én akarok megváltozni, én nem akarok ugyanolyan maradni. Én nem akarok 30 év múlva is ugyanazokon a bajokon rágódni, mint régebben, hanem akarok fejlődni, akarok tudni Isten szeretete által növekedni. Én vágyom erre, testvérem, hogy írjuk az életünket, és higgyünk el, hogy azt mondja az ige, rögtön ezzel kezdtem, az igaz ember pedig az ő hite által él. A mi hitünk éltet bennünket. A bajok, a nehézségek, a próbák közepette leginkább. Amikor kilátástalan helyzetben vagy, akkor kell leginkább kapaszkodnod az Úrban, de amikor áldott helyzetben vagy, akkor is tudhatod azt, hogy Isten tartott eddig meg, az ő áldása az, amiben vagyok, az ő kegyelme is. Most jó helyzetben vagyok, de a rossz helyzetben vagyok is, szeretni akarom az Urat, ragaszkodni akarok hozzá, szolgálni akarom őt. Többször beszélgettünk már ezen, akár imádkozással kapcsolatosan is. Engem sokszor megerősített engem ebben az Úr, hogy ha imaórán, ha csak tök egyedül leszek, én akkor is el akarok jönni, mert akarok hűséges lenni, nem az emberekhez, nem a jó szokásomhoz, hanem az élő Istenhez. És én vágyom arra, hogy tudjuk úgy megélni az életünket, hogy a gyülekezet iránti hűségünket azt úgy éljük meg, hogy Isten iránt vagyunk hűségesek. A szolgálatban, amit végzünk, az adakozásban, a közösségben, bármiben, én Istent akarom megtisztelni, és vágyom arra, hogy az életem hétköznapi részeiben is. Az, ahogy a feleségem szeretem, Istent akarom megtisztelni. Az, ahogy a gyermekeimmel foglalkozom, szeretném, ha az is egy Isten tisztelet lenne. És hiszem, hogy a hitünk által tudunk így növekedni, testvéreim, tudunk előre haladni. És én vágyom arra, hogy azok a próbák, azok a nehézségek, amelyeket átéltünk, vagy esetleg át fogunk még élni, ne áttávolítsanak bennünket Istentől. Ne a hitetlenséget erősítsék bennünk, hanem még inkább ragaszkodjunk Istenhez. Ezek a zsidó fiúk kitartottak Isten mellett, és Isten felemelte őket. De nézhetnénk, a zsidó 11 tele van ilyen hithősökkel. Egyszerű hétköznapi emberek, akik ragaszkodtak Istenhez, kitartottak Isten mellett, és Isten felemelte őket. És annyira vágyom, hogy mi is tudjunk ilyen emberek lenni, akik kitartunk Isten mellett. Nem elfordulunk tőle, nem megtagadjuk őt. Nagyon sokan tették ezt már meg. Nagyon sokan fordultak Isten ellen, mert nem úgy alakultak a dolgok, hogy ők szerették volna. Jöttek próbák, nehézségek, tragédiák az életükben, elfordultak Istentől. Itt mutatkozik meg a hitünk, testvéreim, a hitünknek a minősége. Én vágyom arra, hogy olyan hitünk legyen, amit azt mondott itt a Péter testvérünk, hogy ami kipróbált hitünk, ami sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál. Legyen a mi hitünk ilyen, testvéreim, ami meg van próbálva, ami megerősödött, ami tud növekedni, és tud szeretettel szolgálni mások felé. És mondom, Istennek az igéje tele van a hittel kapcsolatos információkkal. Kell, hogy higgyünk az Úrban. Tudjuk azt, hogy a hit, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az pedig már el is kárhozott. Én vágyom arra, hogy hitáltal éljünk, testvéreim, de vágyom arra leginkább, hogy a hitünk az a próbáknak a tüzét tudja kiállni, és még nemesebb, még értékesebb legyen. A kapcsolataink tudjanak megerősödni a próbák által, és tudjuk megbecsülni, szeretni egymást, elengedni egymásnak, újabb és újabb lehetőséget adni, és azt fogjuk megtapasztalni, hogy erősödünk a hitben. Azt fogjuk megtapasztalni, hogy olyan nehézségeken is átmegyünk most, amíg régen biztos, hogy elbuktunk volna. Megerősödünk Isten kegyelme által. Adja az Úr, hogy így legyen, hogy növekedjünk, erősödjünk, és legyen teljes a mi életünk. Amen. Köszönjük szépen a tanítást. Hát az jutott eszembe, testvérem, és öröm van a szívemben, hogy Szilárd Józsefet említette, mert láttam egy képet itt az elmúlt héten, a napokban, hogy a világon mindenit, ahol Betlehemet csinálnak, ott Jézus a kis újszülött a Mária ölébe, vagy egy pólyába van, vagy mibe ott a bölcsőbe. De most egy olyan Betlehem készült, ahol József ül, és az ölébe van Jézus. Hát még ilyet nem láttam. Tudjátok. És jó az, hogy a Máriának mondta, hogy feküdj le egy kicsit, pihenjél, mert elég volt neked ez a megpróbáltatás itt a szülésben. És József ölébe ott van, dajkálgatja a kis Jézust, és Mária pedig fekszik mellette. Hát ez egy csodálatos dolog, nem? A pápának nagyon tetszett állítólag ez a Betlehem. A másik dolog az, hogy három ige jutott nekem még eszembe a hitről. Az egyik az, amit János mondott,
hogy a ti hitetek az, ami legyőzi a világot. Ez is pár szó csak az egész. A mi hitünk az, ami legyőzi a világot. A másik igét Jézus mondta, hogy lehetetlen, illetve Jézus azt mondta ott Máriának, hogy ha nem mondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. És mikor látjuk meg mi az Isten dicsőségét? Hát, hogyha hiszünk. És ezzel szeretnénk én is a ti szívetekre helyezni, hogy legyen meg az a hitünk, ami Jézusnak megvolt. Ne az legyen a mi hitünk, ami most van, hogy itt állunk, vagy itt vagyunk ebbe a terembe, és ezt ma nagyon könnyű elhinni, vagy felszállsz egy repülőre, és hiszed, hogy le is fogsz vele szállni. Ez egy hit. De ami Jézusnak volt hite, Jézus azért járt a vízen, mert hite volt. Nem azért, mert ő Isten volt, hanem azért, mert hite volt. És akkora hite volt is. Wigglesworthnek akkora hite volt, hogy ő odavitte Jézus Krisztust arra a hajóra, azt utána nem kellett már programot csinálni. Legyen ez a hit bennünk is. És kérjük az Úr Jézust, hogy az a hit, ami ő benne megvolt, az az indulat, az legyen meg bennünk is. Hát testvéreim, holnap reggel 6 órakor, Jocó. Nem 6 órakor lesz, de most. Ja, és még szeretném megköszönni a dicsőítőknek az elhangzott énekeket, mert a régi énekek azok úgy megmelengedték most a szívemet. Köszönjük nektek. Szívesen. Egy bizonyság van bennem, amit szerettem volna elmondani. Egy hete is egy napja, vagy egy hete is 6 órája. Nem tudom, hogy kiszámolhatnám nagyon pontosan, de most nem teszem meg. Szóval múlt hét szombaton, vagy az már vasárnap hajnal, szóval szombat este lefeküdnénk, és akkor átugrunk az éjfélen, és 1 óra van. Na, itt járunk, jó? Ez több mint 7 napja történt. Otthon vagyunk, még Nórival fönn voltunk egy csodálatos disznóvágás után, és tényleg jó volt amúgy. Na mindegy, zárója bezárva, és ugye van egy Csipesz nevezetű törpe tacskónk, aki hát megosztja ott a lakóközösséget felénk az ő kis hangjával, és 1 óra körül ő úgy gondolta, hogy ugat egyet, és mivel ő ilyen megosztó személyiség, úgy gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy mégis mit ugat. Pontosabban, mert már többször volt ilyen, hogy szépen mondom neki, hogy alukájá vagy bármi, de amúgy alapból este csöndes, szóval tök királykutya. És lényeg, hogy ahogy így megyek ki a kis bejárati ajtónkat, aki már látta, az tudja, hogy oldalt, van ilyen oldalt bevilágító üveg, olyan 20x30 centis, és hogy megyek ki, így látom, hogy egy alak suhan el. És akkor úgy hit nem gerjedt. Ennyi gerjedt bennem, hogy kinyitottam az ajtót, kiszóltam, ki az? Becsuktam, bementem a nappaliba, leültem, felhúztam az összes redőnyt, leültem, és akkor néztem, hogy mi történik, láttam, hogy Csipesz ugat, erre ugat, arra ugat. Jó van, mondom, egészségére. Szépen ezt így néztük 5 percig. Amikor Csipesz abba hagyta, ő volt az előörs, én meg mentem utána, akkor kimentem. Szerencsére nincs nagy rend az udvarunkon, megtaláltam a lapátot. A lapáttal és Csipesz társaságában körbenéztem a házat, erről, arról, jó. Visszamentem, dilemmáztam, mit csináljak, fölhívtam a 112-t, 4 óra múlva kijöttek a rendőrök, egy 3 tök korrekt fiatal rendőr jött, körbenéztünk, nem láttunk semmit, annyit láttunk, hogy hátul a szomszéd felüli kerítésünk az le volt így taposva, és akkor ők szépen érdekes volt, mert jó, nagyon részletekben nem akarok belemenni. Lényeg, hogy szépen ők hazamentek, én még akkor ücsörögtem az ágyamon egy darabig, gondolkozgattam, emészgettem a dolgokat, hogy akkor ez most mi. Aztán szépen lefeküdtünk, másnap jöttünk Isten tiszteletre, és amikor visszamentünk, ugye én lefeküdtem a gyerekekkel, a Nóri meg takarított, és akkor hallotta, hogy ott a szomszédnőnek a hangját meghallotta, és akkor oda ment hozzá, hogy történt-e náluk valami, és akkor mondta, hogy hát ugye délelőtt voltak itt a rendőrök helyszínelni, és betörtek hozzájuk, elvitték, mindegy, mit vittek el. Szóval, hogy voltak náluk hivatlan vendégek, és úgy nekem ebbe az egész dologba az egyik, az, hogy tőlünk nem tűnt el semmi, meg tényleg egy ilyen kis 40 centis barna valami megzavarta ezeket a
az embereket, ez így egy érdekes dolog, de ami számomra a nagy csoda, hogy tudjátok, a tegnap mentem börtönbe, picit csapongok, és akkor ugye leülök ott a fiúkkal, megkérdeztem, hogy ki az, aki hasonló témába ücsörög itt, és akkor megkérdeztem a véleményüket, hogy ők mit csináltak volna, meg van-e olyan, hogy mondjuk ők akkor... Mert ugye én azért nem mentem ki, úgy dilemmáztam, hogyha én most kimegyek, mi van, ugye a hősök korán halnak, ezt tanultam a köművestől, és ezért ugye úgy ítéltem meg, hogy az nem egy jó döntés. De ugye én csak azért nem mentem ki, mert azon a kicsi kis ablakon láttam egy alakot elsuhanni. Tehát, hogyha egyetlen egy másodperccel később megyek ki, akkor én a kutyámmal kezdek el viaskodni, a garázs fele futottak el, tehát teljesen hátulról vagyok, guggolok oda a kutyához, hogy kis izécs, legyél csöndbe, aztán nem kell itt ugatgatni. És akkor egy teljesen másképp alakul ki, mert akkor ugye én ott guggolgatok, beszélgetek a kis kutyámmal, ha nyitva van az ajtó, a feleségem fönn van, a gyerekeim fönn vannak, és akkor így kérdeztem az egyik srácot, hogy akkor mi van, és akkor mondta, hogy igazából fölméri a helyzetet, hogyha van lehetősége arra, hogy ezt a harcot megküzdi és győz, akkor belemegy, ha nincs, akkor meg nem. És akkor így egy ilyen, szóval tényleg azért vagyok hálás, hogy Isten, hogy jókor lenni jó helyen, jó időben, és tényleg az Istennek, ahogy énekeltük, hogy az Úr harcol, felülvezi derekát, és elfutamítja az ellenség táborát, hogy tényleg Isten van az, aki, vagy Isten volt ott már tényleg abszolút nálunk, és nekem ez a bizonyságom, hogy akkor abban a pillanatban pont úgy mentem el, amikor mi annak a valószínűsége, hogy egy ekkora kis ablakon te pont lássál egy elsuhanó alakot, és ezért ne menj ki. És jó, egy kis poén volt még a végére, elmentek a rendőrök. Ott volt még az udvaron, úgy ítéltem meg, van olyan dolog, ami nagyon el van készítve arra, hogy ezt el lehessen vinni, tehát azt onnan leszettem, megláttam, nincs letakarva, hát akkor letakarom, és hogy kimentem, és én megyek vissza, egyszer csak hallom, így minden megtörtént, hallom, hogy egy nagy mozgás, nagy hangzavar, teljesen megijedtem, ezt most máshogy mondtam volna, megijedtem, berohantam, becsuktam az ajtót, bezártam, láttam, hogy a szomszéd macskája csipesz utána, és úgy, szóval ez volt az esténk zárója, de tényleg az, amit nem ez a lényeg, ez csak úgy vicces, azért Nóri is halálra rémült, miután hallott, hogy én berohanok, meg minden, de szóval érdekes volt ez az élmény, és tényleg Isteni a hála az, hogy minket megtartott, és megmentett, megőrzött mindenünket. Még a gyerekeknek a legócskább játéka is ott van az udvarunkon, úgyhogy ennyi lett volna. Azért tavaly erő az udvarról, mikor építkeztünk, ellopták a rezsót, meg egy kiló sót, más nem vittek el. Pedig voltak ott értékek, de csak ezt vitték el. Úgyhogy utána ki is feszítettünk két 25 méteres szöges drótot, hogy tudjon bejönni az ellenség. És nem volt ott csipesz. Holnap reggel 6 órakor imaóra lesz. A Szilárd nem lesz, mert elmegy a családhoz. De aki önnek a szíve indít, akit a szíve indít, az jöjjön el, mert én jövök is, akkor itt leszünk és imádkozunk reggel. 25-én délelőtt 9:30 lesz itt istentisztelet, úrvacsorás, és lesz gyerek, karácsony, úgyhogy nagy szeretettel várunk oda is mindenkit. Pénteken ifjúsági est lesz, és mi van még? Hát december 31-én szilveszteri kavalkád, január 6-ától 3 hét a szokásos bőjt. Március 8-án lesz Nicky Cruz és David Wilkerson fia, Gary Wilkerson fog jönni Budapestre, a Bokcsarnokba. Oda is szeretettel várnak embereket, híveket, testvéreket, és utána nem olyan sok idő múlva elmegyünk Izraelbe. Na hát, oda is toborozunk. Én tegnap regisztráltam, és kérdezte a hölgy Budapesten, hogy van-e társam, akivel alhatok. Hát mondom, nincs. Úgyhogy egy fiú szeretnék én kérni, hogy jöjjön, mert akkor már leszünk ketten egy szobában. Úgyhogy az Úr Jézus áldjon meg titeket, legyen áldás ezeken a napotokon, az elkövetkezendő héten, a karácsonyon, a várakozáson. Nincs 5. gyertya, itt a 4 már rég. És hát hálás a szívünk, hogy itt voltatok. Ámen.